A Rotary klubok behálózzák az egész világot. Ezen klubok kötelességüknek tekintik, hogy humanitárius, oktatási és kulturális programokat szervezzenek világszerte. Szekszárdon már 21 éve, 1998 óta működik a klub, és ez alatt számos területen nyújtott segítséget. Emlékezzünk csak a kórházaknak nyújtott adományokra, a faültetési akciókra, vagy a bératéren álló vakokat segítő térképre. Az akciók minden esetben segítik Szekszárd város elképzeléseit. A szervezet éves csártáján minden évben új elnököt avatnak, azonban idén rendhagyó módon Kiszler Gyula maradt a klub elnöke. Most a következő elképzelésünk pedig az, amit a főkertész asszonnyal is már megbeszéltünk, hogy folytatnánk esetleg a Kálvária alatti területnek a fásítását, zöldítését, hiszen ott először fákat ültettünk el, az idén 180 különböző cserjét, ami díszíti azt a hegyoldalt, és elképzeléseink voltak, hogy mivel lehetne azt folytatni. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy a gyermekotthonban egy olyan találkozó helyeket próbálunk kialakítani, illetve már el is kezdtük annak a kialakítását, ami a következő Rotary évben folytatódik, és ez azt jelenti, hogy 3, 4 vagy 5 olyan padot, asztalt és föléje valami olyan esőálló szerkezetet gyártunk, ami lehetővé teszi, hogy a hétvégén megjelenő gyermekek találkozhassanak az esetleg szüleikkel, hozzátartozóikkal, barátaikkal. A Rotary Klub folyamatosan nyitott a fiatalok felé, számos akciójuk nyújtott segítséget a tehetséges ifjaknak, mondta az elnök. Most kapcsolatot tartunk az iskolákkal, és megpróbálunk mindent elkövetni a lehetőségeinkhez képest, hogy a tehetségeket ott dotálják egy kicsit, akár anyagilag, akár könyvekkel, ezt a tantestületekre bíztuk. A Szekszárdi Rotary Klubban 25-en vannak, de a klub életében is jó lenne a fiatalitás, csak kevés ember kerülhet be hozzájuk, és nekik is a klubba kerülés előtt rotaristáknak kell lenniük. Folyamatosan a bővítés a lényeges. Természetesen nem lehet konzerválni a dolgokat, a mai kornak megfelelően kell kommunikálni, a mai kornak megfelelően kell azokat az üléseket, azokat az elképzeléseket is megvalósítani, amit a fiatalabbak is elfogadnak. A klub működését nehezíti az, hogy a tagok átlag életkora elég magas. Az elnök szerint ez szerte a világban gondnak számít. Ugyanakkor könnyebb dolguk lehet akkor, ha a 21. század rohanó világával ők is lépést tartanak. Világszinten az előregedésnek a jelével is küszködnek. Megváltozott a világ, megváltozott minden, a Rotarynak is meg kell változni. A helyzet az, hogy a mi dolgunk az, hogy hogyan tudjuk megváltoztatni, anélkül, hogy sérüljön valami is. Hiszen én a mai világban azt kiejteni, hogy a barátságon alapul minden, és az őszinte barátságon, hát ez hiszen azt hiszik, hogy ez valami olyan dolog, hogy hát ez micsoda, amikor én nyomogatom a különböző dolgaimat, és az őszinte barátság tartja össze tulajdonképpen azt a pillanatilag Szekszárdon is 25, remélhetőleg majd több tagot számláló Rotary klubot, aminek úgy szoktam mondani, az oldalvizén meg tudunk oldani mindent. Minden találkozón így idén is megkoszorúzták a Rotary emlékművet. Az elnök azt mondta, hogy a szervezetben a barátság egy erős összetartó erő, ezáltal tudnak hatékonyan és jól működni, és a feladataikat ellátni.